Shade of the Dragon Slayer. Oké. Micsoda? Hogy micsoda? Megütöttem és azonnal visszagyógyult. Na, sziasztok! Na, folytassuk akkor a Dark Souls 1 Scorched Contract című modját. És akkor ott hagyjuk abba, hogy maxos a fegyver. Van Power Within, és széjjel kell vágni a bosszokat. Úgyhogy Taurus démon következik. Nincsen igazi haszna, hogy ember lettem, csak kozmetikázok egy kicsit. Nézd meg. Azta. Nefe. Ciao. Ciao. Jól van. Menjünk szépen a boss felé. Az mit kapott? Kapják. Nyilván egy picit túl erős vagyok már én ehhez a helyhez. De az nem baj. Szerezzünk egy új átkot. Na, erünk csak. Ott egy vagrant. Jó, az elpusztult. Az a jó vagrantokban, hogy mindig van náluk valami. Azt akartam, már csak hogy poénos legyen, hogy nyomok egy ilyen gold mine rezint, ami a világ legnagyobb ostobasága volt kb. Mert most át kell tennem ezt ide, különben elbaszom a gold mine rezint. Hogyha most fegyvert cseréltem volna, akkor bizony már vége is lett volna a Gold Pine Resignnek. Így is lehet, hogy vége lesz, mert ...3423 damage. Barátja is van, persze. De most nem tudok támadni. 13400. De ez mekkora egy geci dolog? Hogy a szaros menütől nem tudok mozogni és addig szétver. Csak jelzem, hogy ez egy elfogadhatatlan dolog. És ez a modkészítőnek a hibája, hogy nem gondolt arra az esetőségre, a saját módjában, hogy ha már egyszer a félképernyőt eltakarjuk valamivel, legalább mozogni tudjon szerencsétlen ember, miközben szét akarják verni a száját. Na jó, figyelj! Messze! 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 Lesztek. Ne. Ez bazd meg.
fel tud kúrni az ilyen. Mert én most nem azért haltam meg, mert béna voltam, hanem azért, mert nem tudtam semmit csinálni. Tehát én hiába nyomkodtam akármilyen gombot. Faszki. Ez enyhén szólva is gusztustalan volt. Jó, az a sárkány most már ott ül, ahol eddig is. Úgyhogy... Ja nem! Ó, most fogok meghalni. Mennyi! Bassza meg! Jó, hát végül is nem haltam meg. Így. Te most szépen lejössz onnan. És kapsz egy gold pályára az inte is. Komolyan megöltél azonnal! Te geci! Na majdnem meghaltál egy ütésből. Mi volt ez? Komolytalan. Most elment a Cold Pine Resinem. Na jó. Akkor más megoldást keresünk. Méghozzá egy olyat, hogy Artune Magitz. Flashsweat. Így nem fog fájni annyira a tűz. Persze több ütés is lesz, mire meghal. Nem kettő. Amúgy szerintem egy ütésben megölhettem volna. Hogyha nem a futótámadást nyomom, hanem a rendes heavy-t. Úgy. Flashra. Vennem kellett volna a nénikénél izét. Tüzes rezint. Azt majd mindenképpen fogok szerintem még. Na. Gyere le! De... Van egy rakás tűzrezisztem, hogy halok bele ebbe? Flash sweater ráadásul, érted? Oké, okay. Felveszem a Pyromancer ruhát. Tattered cloth. Nincsen? Tattered cloth. Nincs. Wanderer boots, eddig ez a legjobb. Tűzvédelemre. 18 heavy boots. Tattered cloth, ez az, és akkor itt is kell, hogy legyen egy ilyen. Ez. Jó. Fire resist. Bogó sárkány, bogó vagy. Meg azt sem értem, az íjász, az, hogy hogy maradt ott életben, tehát hogy... Keresztül fújja a hidat, de az, hogy megmarad. Fel kell venni. Eleve rossz helyen vagyok. Na, mert mindjárt kevésbé fáj. Alig sebzett a tűz. Gyere csak! Megkapod ám. Gyere le onnan. Gyere le, vágom a partodat. Jó. Oké. Oké. Okay.
Most halok meg, basszus! Lejött rólam ez a szar. Bezorulok! Csaló! Csaló, buzi! Hogy... Úristen! Ez mekkora csaló már? Felugrik a levegőbe, lefújja a tüzet, felborulok tőle, és mire felállok, már fönt van a levegőben megint, és ugyanezt csinálja, és addig, amíg meg nem döglök. Á, pedig ez tök jó volt. Jó, hát halnom is kell. Nem vihetem csak úgy végig a... akármilyen modot is, hogy... halálok nélkül. Na. Gyere le onnan! Akkor sokáig szórakoztam, és elment a pressure. Az a baj, hogy itt a Dark Souls 1-ben nem lehet azt csinálni, hogy... tehát nem tudod még egyszer elvarázsolni a buffot, addig, amíg le nem jött rólad az egyik. Mint az, amit fölraktál. Na. Drake's volt. Oké. Okay. Pusztuljál el te! Négy ütés, ennyi voltál! Csaló paraszt. Jó, add to the magic. Vissza a power within. Menjünk, csapjuk meg a gargoylokat. Hát ez érdekes, de meghalt. Ne te! Össze kéne venni a ruházatomat, az úgy. Rám esté? Béna. Hát itt már tarmon. Hogy... jó, és akkor... jó vagyok én így? Hát még jó is vagyok így is. Pont jó lesz. Ez egy. Ez kettő. Ez az három. Jó lenne felvenni egy bonfire-t is, ami azt illeti, de... te egy vagrant. Ne szerák! Humanity! Á, tököm, mert hát fölmegyek, azt megölöm őket. De nem biztos, várjál. Na, majd mindjárt kiderül. Nézd meg! Béna! Gárgolyles. Meglátjuk. Girl, úgy. Jó, akkor ezt most visszatesszük ide. Jó, figyelj, én bemegyek. Úgyse jön még a boss azonnal. Jó, és akkor... ja persze, mert volt nálam egy ilyen stamina regeneráló pajzs, és azért voltam nehezebb. De ha én azt nem teszem föl... akkor hordhatok valami jó cuccot is. Ezt mondjuk. Ez, oké, okay, ez még jó. Király. Akkor csináljuk azt, hogy... először egy power within. Aztán pedig az utolsó ilyenem.
Na gyere csak. Á, te! Azaz! Megkaptad? Ne te! Jó? Oké, most kapom a izét. Amendment. Oké, ez egy nagyobb dolognak tűnik. Ez már nem stipulation volt. Ez mi? Ez hova ment? Hova lett? Amendment. Kulcstárgyak közé ment? Aha. Bell is haunted by a bell. Hogy mi? Kísért engem egy harangszó? Major fragment by the sonnet. See here unseen bells. Mit? Be fog idézni másik világból valamiket? I don't know. Viszont meg hogy izé, láthatatlan harangszót fogok hallani mindenhonnan. Kura. Egy. Tong! Mindenképp vásárolnom kell. Charcoal Pine Resin. Szerintem egy jó 20 ezeret el fogok költeni erre, és akkor lesz 40 darab. Az édes anyádat! Bántod az NPC-met. Többiek? Nem akarok Absolution. Learn Gesture. Purchase Item. Homeward Bond, adjál nekem légy szíves mondjuk 10 darabot. Mert az kell. A többi az leszarós. Jó. Akkor a következő boss, akinek meg kell halnia, az Quillag. Úgyhogy én most elmegyek, vásárolok Charcoal Pine Resin-t, hogy legyen tüzes rezinem. Ami mondjuk Quillag ellen szat se ér, és meg kellett volna tartanom legalább egy darab ilyen Gold Pine Resin, na mindegy, barfasz vagyok. Szóval vásárolok tüzes rezint, és akkor és akkor Blight Town-ban folytatjuk, hogy lesétáltam oda a Firelink Shrine-ról. És akkor lemegyünk Quillaghoz. Most. Kurva. Ezzel most beszartam. Kibaszott harag a semmiből jött. Rohadjál meg. Egyszer csak egy rohadt hangos harang. Ping. Anyádat éhezgesd. Na, közben megyünk a világ felé továbbra is. Úgyhogy ha nem történik más, akkor onnan folytatjuk. Ha valami történik, akkor azt látni fogjátok, úgyhogy valami lesz most.
Fussá! Ide már nem jött többbe. Na, megjöttünk közben Blightownba. Úgyhogy már csapjuk is. Már csapjuk is Kühlagot. Hát szerintem ráér a Power Within, amikor bemegyek. Oké, ott van benne a barátja. Ha jól látom, ketten vannak. Őket elintézzük. Még mielőtt nagyobb problémát okoznak. Jó. Ez milyen támadás volt? Nem robbansz rám. Buzeráns. Nem szeretjük azt. Aha. És köpni fogsz? Aha, jó van. De mi ez már, hogy rám ugrálsz? Béna, béna bunkó, fúj! Olcsó szár! Netek világ! Ugri-bugri. Na most mit kapok? Megint egy aha, még egy amendmentet. Az anyád! Hát ez szopó. És nem tudom legyógyítani? Amendment. Barrel is infested with eggs. Cannot be cured. Ez nem jó, mert ez felezi a szólókat, amiket kapok. De jó. Hát ez... ez kellemetlen. Nehezen fogok szintet lépni, hogyha... csak fele annyi szólt kapok. Még milyen jó, hogy Quillaghoz jöttem másodjára. Jól van. Akkor most nyomunk egy Homeward Bond. Szépen leputottam innen. Nem ültem le a Bonfirehez lent Blighttownban, úgyhogy megspóroltam egy hazautat. Eloka. Yes. Very. Na. I am. Figyeljünk neked dolgokat. Először is van nálam egy ilyen coin. Aztán kileg lelke. Moonlight Butterfly lelke. És szerintem nagyjából ennyi. Hát nem sokára meg lesz az 50 strength. Most viszont ideje, hogy a Sense Fortress felé vegyem az irányt. Tudom, mehetnék Pinwheelhez is, hogy legyen 20 estusom, de én valamiért úgy érzem, hogy azért elég magas árat kell fizetni, hogy nekem 20 estusom legyen, és én most inkább arra fogadok, hogy ezt nem teszem meg. Ez bakker. A legyógyíthatatlan tojásfej. Oké. Okay. Nem
Nem viccel a játék, nem viccel. Úgy, ide leülünk, és akkor keresztül rongyolunk Sands Fortress-en. Nem akarok túl sokat időzni itt. Ez igen. Ez mi volt? 5500. Ja, hogy felvettem a szólt és azonnal el is pattintja, nem tudom felvenni, mert a tojás megeszi. Ez ugye most csak egy rossz vicc. Hol van a kígyó? Hol a kígyó ember? Áó, bunkó! Áó, meg is halok! Paraszt villámos. Ez itt van. Ez hol volt az előbb? Lehet leesett. Nesze. Lehet ám ezzel a fegyverrel is védekezni. Így. És akkor nem az lesz, hogy Poise Break van, hanem csak vesztek egy kis HP-t. Te mondjuk azért inkább halljál meg, kösz. Ahogy mi? Utás. Utás, már jön a kő. Ne te! Ezt én innen felveszem. Menjél csak el, kavics! Szerintem most Logan engem nem érdekel. Leginkább leszarom Logent. Gyerünk! Gyerekő! Gyerekő! Haha, lekóz! Igen! Igen, amikor felveszek egy izét, egy soul itemet, akkor azonnal fel is használja. Tudom, van itt lent egy mimik. Nem érdekel, kimondottam. Csak menni szeretnék. Egy kicsit késő van sajnos. Nem igazán sikerült sietnem az előző résszel. Úgyhogy elképzelhető, hogy a fáradtságomból adódóan itt hamarabb abba hagyom a
felvételt. Persze ez nem azt jelenti, hogy a résznek vége lesz hamarabb, csak amolyan for your information. Mit sziszek? Hát meg hósz. Sziszegő. Haha. Gyíkok. Gyík emborok. Na. Egy kicsit közel voltam a széléhez az előbb. Viszont én erre le kell mennem, mert a Flame Stone Plate ringet azt kérem szépen. Az majd Gwyn ellen nagyon jó lesz. Na. Ott a 40 strength. Akkor most már lehet fejleszteni HP-t, meg Endurance-ot, mert az Endurance-ból még bőven fog kelleni. Staminára. És gondolkozunk azon, hogy hátra menjek-e arra, de igazából van már nálam Sacrifice gyűrű, úgyhogy olyan sok haszna nincsen. Menjünk, öljük meg a golemet. For me, it's Iron Golem. Bam! Na, még sikerült eleresztenie. Uka buka big bang! Három ütés. Na, csapjuk. Bam. Azzal engem te. Honnan? Honnan? Csaló! Okay. Csalás! Áú! Áú! Menj odébb! Menj már odébb! Ez az a baj, nekem most neki kell mennem. Vagy jó messzire, vagy nem tudom, mert megint le agyon fognak lőni. Ez megint egy amendment volt. Jó, sikerült kijönne minden legalább. Ceaseless Discharge-ot nem öltem meg. Na várják, megöltem a Taurus Démont, megöltem a sárkányt, megöltem a gargoyokat, Quillagot, az Iron Golemet. Miért gondoltam én, hogy ez ilyen sokáig fog tartani, hogy a Norlondó nem fér bele? Simán belefér a Norlondó. Na, nézzük csak a...
Mit kaptam? Iron Golem. Protectors of Lord Vessel gain power. Ez azt jelenti, hogy valami budiság lesz az Ornsteines meg a Small, na, szóval a dupla harcnál valami buziság lesz, hogy amikor már vége lenne a harcnak, akkor a hold erejét magukkal hívják, és nem tudom, mi fog történni. Szóval készüljünk fel rá, hogy ez egy valami mélytorkos finomság lesz. Jó, vigyél el. Rendben, meg a két lövöldöző villámos rohadékot. Van pofájuk. De legalább olyan bónusz ellenséget rakna be, érted, akit meg tudok ölni. Te nekem nem, te itten nekem, te nem, te. Oké, egy. Kettő. Uga buga big bong. Big bongon ma együtt és mindenki. Nem, nem mindenki, de értitek. Futti, 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 hopp. Level up, endurance. Ó, még volt kettőre is, hát tök jó. Szavasz! Hát ez, erről ennyit. Jó. Menjünk arra a randóba. Ebbe a részbe még bőven belefér ez a kettő. Vagyis hát a dupla boss, és szerintem még Gwyndolin is. Az 60 méteres fegyveredet. Felfárasz. Meghoz. Na ne essé. Na, na. Össze-vissza rángatja a kamerát. Egy. Ja, 834. 692. Ne. Ennyi csak. Üde. Ez a durva, hogy még menet közben még meg is ütöttem, tehát... Majdnem fagyos lett a hangulat. Szavasz. Ott van lent egy vagrant. Remélem nem tud ide felfelé lőni. Nefe. Ezt a vagrantot meg kéne ölni. Úgyhogy én most erre a dologra adom a fejemet, ha még mindig ott van. De már nincs ott. Ha. Érdekes. Akkor viszont nem érdekel.
Akkor viszont szépen tiprizünk lefelé. Nem. Te paraszt! Milyen kés dobtál hátamba, ami ennyit sebzett? Ja. Na. Figyelj, ha esetleg meghalnék, akkor ne itt halljak már meg, jó? Hanem ott a túloldalon. Gyere csak. Fejbeváglak te! Gárgolj le! Gárgolj fel, gárgolj le! Mám. Aha, tényleg kicsit többet bírtok. Elhalálozásos van. Elhalálozásos. Van. Igen, sajnos a villám ellenállásom ez nem az igazi. De a rám, hoppá. A ráfutásom az egész jó. Gödúgy. Kettő. Mindjárt jönnek a nyilak. Titi. Titi. Na. Legyen tele életünk, az sosem baj. Áj, tegy be a grant! Elég rossz helyre érkezett az igazság. Mit küldtél hátamba, te? Aha. Á, jó anyád. Kéne talált, hogy innen lelősz. Humanityt felvesszük. Nem. Hallod? Silver Knight. Idióta, séle. Nagyon-nagyon rossz dolog, hogy nincsen poison. Basszus, a izét ott hagytam. Azonnal vissza kell mennem érte. Na jó, nem azonnal. Először bemegyünk belőle, és akkor kinyitjuk a nagy ajtót, és majd úgy. Hát lent hagytam a... Mi a fenét? Tarkus armort. Amit hordani akarok. Ölni. Hello, Soler! Solare! Oh, cantare! Oh. Na. Level up-olni tudunk? Tudunk. Tovább növeljük az endurance-t. Ja. Az itteni dolgoknak a nagy részét kihagyjuk. Mert igazából semmi érdekes nincs, de... Vagy legalábbis majdnem. Itt van egy mimik.
kezénél van 5 darab silver coin, ami darabonként mennyit ér? 2500-at azt hiszem. Vagy valami ilyesmi, hogy 3000-et, meg itt egy gold coin, ami 5000-es. Illetve itt ebben a szobában. Béna. Nézd meg, agyon szuratom magam. Takarodjál, na itt. Itt van még egy ilyen hero soul. 10000-es. Nagyon kemény, nem tudok zseblelkeket felvenni. Mert azonnal felhasználja, ahogy felveszi. Galudj. Jól van. Megcsináljuk az ugrást. Nem! Véna! Bölcs! Na még egyszer. Így. Pa-pa-pa-pa-ra-ram. Szépen le kell menni, és ki kell nyitni a nagy ajtót. Whoops! Mert bizony lent hagytuk Tarkus páncélját. Áú! A szóljál be! Szétütlek! Galudj! Áú! Szeretnék mozogni, meg menni. Tudom, hogy nem mindig szoktak hagyni. De én szeretnék. És akkor nem kéne, hát, de le kéne, vagy nem. Nem. Nem megyünk be a izébe, Painted Worldbe most. Ez ráér. Ez ráér a következő részbe is. Fóté, fóté. Gyerünk, fussa. Azt viszont megöljük. Jaj, ez meghalt, mert leesett onnan. Akkor azért nem volt ott, ahol kerestem. Jól van. Ott van a sarokban. Ó, bazzeg, jön valami izé. Micsoda? Micsoda? Miért nem tudok? Mi történik? Kaptam egy backstabet, mi azért? Hát csak nem itta meg! Anyád! Szóval ezt csinálja ez a harang, hogy ez csak megjelenik egy gargoyle. Na, hát azt az 5 darab humanityt nem szívesen hagynám ott, úgyhogy azt most felveszem. Pontosabban először ezt átveszem a... mizét. A Black Iron-t. Várjál. Oké, ez így jó. Aztán... eltörök valami szólt. Nem tudok, mert megette az inventorimból az összeset? Az igen. Jó, hát nincsen szóló páncélt fejleszteni, de majd lesz. Felveszem a humanitiket, és akkor visszajövök ehhez a bonfire-höz. Fejlesztek egy kis páncert, és akkor neki megyünk a bosszoknak. Most. Az is nem passzál. Nem akarok már megint el sétálni. Na, visszajöttünk. Közben még kétszer meghaltam.
Szétdobáltak dobók is, meg a gargoyle is még mindig ott van. Pontosabban már nincs, már most már megöltem, de... De ja! További endurance pontokat rakunk. Mennyi kell ahhoz, hogy a Black Iron-t feltegyem? 36,8. Hát... 150 körül? Ez nem lesz meg. Nem lesz alsó Black Iron szerintem, úgy látszik. Jó, nem baj. Reméljük, hogy a 10 Estus elég lesz. És reméljük, hogy Ornsteinéknek olyan barátaik lesznek, akiket meg tudok ölni. Mert ha megint valahonnan a teraszról lövöldöznek, akkor ez nem fog tetszeni. Na, menjünk be hozzájuk. Én azt mondom. Menjünk be hozzájuk. Ah, nem vettem tüzes lószart. Bassza meg. Ah, látszik, késő van. Tök elfelejtem én az ilyeneket. Na gyere, ugorj! Ugorj! Áú. Fuck. Hol vannak a barátaitok? Hát az oszlopon mi? Tapárasz. Most egy! Nesze! Jó? Nem tudom, mi akar lenni ez a Power of the Moonlight. De tehát most megkapod. Ó, az nem jó. Ilyenkor nem fáj. Ú, ez valami armor. Hova lettél? Baj van. Baj van, tudtam, hogy lesz itt valami baj. Shade of the Dragon Slayer! Oké. Micsoda?! Hogy micsoda? Megütöttem és azonnal visszagyógyult. Turpisságot vélek felfedezni. Elképzelhető, hogy azt nem üthetem, hogy csak a másikat gyilkolhatom, és a Shade az megölhetetlen. És hogyha megölöm a Smooth is, miközben a Shade is harcolgat velem, akkor lesz vége. Én így gondolom. Jó, hát a kettes sapó akkor. Legalább megtudtuk, hogy mi van. Mert hát valami volt. Bom. Te nem is tudsz ilyen gyorsan idejönni. Hát mi van veled? Csaló. Nézd már. Áh! Na! Még élek. De már nem sokáig. Nem mehettem odébb, mert megölt volna a saját powerbidinem. Ez egy utolsó cigány paraszt dolog volt. Ezt most így megmondom nektek, hogy... Hogy az anyádba ért utol az a... Ez a óriás szobor katona? Isten tudja, hogy hívják őket? Giant. Giant, mert így hívják a páncéljukat, hogy Giant Armor. Na nézd meg. Hogy ért utol? Meg miért látok ki a lépcső alatt?
Bunkó! Bunkó vagy! Jó, hát... Nekem is a püstkapu előtt kellene varázsolgatnom, hanem mondjuk itt, és akkor nem lenne probléma. A nagyanyád picsájáig is elérsz azzal a szarral! Na. Glögy. Ez sajnos ez már rögtön mínusz egy esztusz. És sajnos a humanity-k is bent maradtak. Hát ez tök jó. Ez is tök jó volt. Te most megkapod. Na. Aha, aha. Az instant halálos anyádat. Mi a tosz? Mi volt ez az instant megölős? Jó, következő most. Gyere csak! Hogy? Te búzi. Au! Én ezt inkább kivédem, bazd meg. Aha. Ezt miért nem csináltad? Meg a viszintes csapást, azt miért nem csináltad? Jó, na. És akkor most azt kéne elérni, hogy le kéne vágni a dagadtat még egyszer. Felgyógyul a rohadék teljesen. Áú! Oké. Okay. Áú! Nem jó, ha nem látok semmit. Megint meghalok. Nem látok semmit, mi a fasz? Nyilván attól legyen nehéz egy boss harc, hogy nem látsz. Ez király. Na, még egyszer, most. Mellé ütött a fight. Gyere ide! Mellé ütöttem! Miért ütöttem mellé? Ne seggezzé már ennyit! Hogy? Meg tudok-e ölni? Egy nagy ütéssel. Szerintem nem. Na. Ott. És ott.
Oké. Így. Most meghalt. Ó, de király, hogy mind a kettőt egyszerre. Vagy na, szóval egymás után meg kell ölnöm őket. Mind a két verziót. Hát ez nagyon jó. Na figyelj! Ah, de már! Ah. Oké, okay, nem volt ez annyira veszélyes. Jó. Ah! Ah! Na, oda kéne mennem a közeledbe. Au! Ugorj-e! Még egy ütés. Még egy ütés. Megvagy! Legyen vége, léci! Mind a két szólt megkaptam. Két humanity. És egy amendment. Jó, igen, kifejlődött a nagy tojás, mert már 100 000 szólt elszívott a tojás. Na mi az amendment? Lord Souls increase ki. Au! Izé. Baszd meg. Oké. Okay. Ez azt jelenti, hogy előbb kell a DLC-t megcsinálnunk, mint a Lord Soul-okat összeszedni. Ugyanis, ha egyetlen Lord Soul-t is összeszedek, azonnal ciklust emel a játék. Ez azt jelenti, hogy ha felszedem az első, hogy megölöm az első Lordot és felveszem a lelkét, akkor New Game Plus lesz rögtön. És minden Lord egyel tovább emeli, tehát Gwynhez már úgy fogok elmenni, hogy Gwyn New Game Plus 4 lesz. Bazd meg! Úristen! Meghalok! Nagyon meg fogok halni. Nice. Very nice. Alacsony szintű karakterrel az igazi New Game Plus akármiket csinálni. Bár akkor valószínűleg a szólok is. Szólokból is több lesz. Na, figyelj! Nem vagyok kíváncsi a csecsedre. Ne te! Hogy mi? Na. Azért. Lord Vessel, Barperő. Jó. Nem tudok még oda levarpolni, viszont egy szintet tudok lépni, és azt meg is teszem. Jó. Ipap. Meg a Jügvindolint. Ez kemény volt. Kemény volt ez a harc. Ezt megkaptátok. Az.
Gölgy. Menjünk le. Jó. Szerintem nem fogom felvenni azt a részét a játéknak, hogy kinyitom a DLC-t. Mert a Hydrát is látta már mindenki, hogy ezerszer meggyilkolom. Nem számít bossnak, szóval nem lesz... nem lesz új átok sem. Vagyis hát a szerződés nem bővül. Úgyhogy... Úgyhogy ja. Azt nem veszem fel, hogy a DLC-t kinyitom. És annyi van még, hogy szerintem a Painted World, hát nem tudom. DLC-be ki, muszáj a DLC-be először mennem, mert New Game plusz 4-es manuszt, hát én inkább nem szeretnék. Sem a többieket, úgyhogy ők megmaradnak sima New Game Plus-ra. De itt az ideje, hogy Gwyndolin meghaljon. Ő talán egy kicsit könnyebb lesz, mint az előző harcom. Neked hol vannak a barátaid? Vannak barátaid? Lehet ám, hogy nincsenek, mert ez egy ilyen fura hely. Tehát butaság volt ez benyomni most. Ó, meg főleg butaság volt benyomni most. Meghoz Gwyndolin. Ez is ilyen stipulation lesz. Ah, micsoda! Nem már! Aj, hihető volt, hogy egy hitből meghaltam. Úgy, hogy ráadásul nem is találtam az összes. De én azért belehaltam azonnal. Az ugye senkit nem zavar, hogy én nem ide ültem le a tűzhöz. Ugye senkit nem zavar, hogy mi a faszért raktál ide? Bazd meg! Na jó, oda sétálok, akkor aztán neki megyek megint most. Üljél le! Faszért nem ide raktál vissza. És akkor, hogy megjegyzem, a kivágott részben, amit most nem láttatok, úgy 10 percet próbálok ide jutni, mert nem tudtam csak úgy ide futni, ugyanis lent volt a lift legalul. Tehát körbe kellett mennem megint a gerendákon. Háromszor sikerült leesnem, mert sietek és aludni akarok. De most már nem hagyom abba, mert ezt meg akarom ölni, aztán akkor vége is lesz a résznek, csak... A fasz ki van az ilyennek, komolyan. Minek tett oda? Kettő tűzhöz is leültem azóta. Kettőhöz. De nem. Neki ki kell rakni engem a legelsőhöz. Na, gyerünk már! Időhúzó Gwyndolin! Egy... Kettő... Nem! Abból se kérek! Takarodja.
Na, mit kapok? Stipulation Gwyndolin. Firing spells causes suffering. Ha varázsolok, az fáj. Varázslóknak ez milyen jó lehet. Na, hát... Oké. Jó. Ennek itt most vége van. Legközelebb a DLC-vel folytatjuk. Még hozzá úgy, hogy már onnan, tehát hogy már bent vagyok a DLC-ben, és úgy kezdjük, hogy neki megyünk a Sanctuary Guardiannak. A többit meg off-kamerában megcsinálom a DLC kinyitását. Ha tetszett ez a rész, akkor nyomjátok meg ezt. Ha nem tetszett, akkor így jártatok. Ha pedig kíváncsiak vagytok a következő részre, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a kis csengőt, mert különben nem fogtok értesítőt kapni a YouTube-tól, hogyha esetleg lemaradnátok a Facebookos posztról. És ennyi. Mondjatok valamit, mert az mindig jó, hogyha mondtok valamit. Addig is sziasztok.